Azoknak az afroamerikaiaknak a nevét kiabálták a tüntetők Washingtonban, akikkel jogtalan rendőri akció végzett. Donald Trump bejelentette, hogy egy hét után a Nemzeti Gárda kivonul az amerikai szövetségi fővárosból. San Franciscóban a város szimbólumának számító Golden Gate hídon vonultak végig a tiltakozók. New Yorkban csökkentik a rendőrség költségvetését, az összeget pedig a városban élő afroamerikaiak szociális helyzetének javítására fordítják. Hasonló döntést hoztak Los Angelesben is, ahol 250 millió dollárral csökkentik a rendőrség költségvetését. A Minneapolis-i önkormányzat feloszlatja a rendőrséget, ezt jelentette be vasárnap Lisa Bender, a városi tanács elnöke. Bender a baloldali többségű városi tanács több tagjával együtt egy Minneapolis-i parkban rendezett nagy gyűlésen jelentette be a döntést. A bejelentést azt követően tették meg, hogy több Minneapolis-i intézmény megszakította a kapcsolatait a rendőrséggel. Mindeközben több európai nagyvárosban is tüntetést tartottak. Nagy-Britanniában, Londonban több tízezres tömeg vonult a Temze déli oldalán, Berlinben, Hamburgban, Brüsszelben, Budapesten és Belgrádban is az utcákra vonultak a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen tiltakozva.